Vármegyei rangadóval kezdte meg a 2024-2025-ös magyar bajnoki idényt a győri Audi Eto Kft. A találkozó a friss olimpiai bajnok Kari Preczet Dála góljával indult, amelyre gyorsan érkezett a vendégválasz a magyar válogatott átlövőjétől Albek Annától. Toft védéseinek és az Eto gyors rohanásainak köszönhetően folyamatosan növelte előnyét a Rába Parti együttes, és a 18. percben már 12-5-ös előnyben voltak a hazaiak. A félidő végéhez közeledve Eszter Zeminko találatával 10 gólos különbségre tett szert az Eto, majd a félidő 19-8-as eredménnyel zárult. A második játék részben továbbra is domináltak a zöldfehérek. A hazai védelem keményen állta az óvariak próbálkozásait, míg a jó százalékkal védő Toftot Szakó váltotta a kapuban, aki első etos mérkőzésén remekül szállt be a találkozóba. Bár olykor szép támadásokat vezetett az MKC, és az Eto kézilabdázói is követtek el hibákat, de nem tudott közelebb zárkozni az óvár a világsztárokkal megerősített győriekhez. A lefújás előtt Szakó még egy hetest és egy távoli lövést hárított, s bár az utolsó szó az óvariaké volt, az Eto így is maga biztosan 32-21-re megnyerte a vármegyei rangadót. A győri lányok szombaton az Esbjerg ellen hazai pályán kezdik meg szereplésüket a Bajnokok Ligájában. A találkozó 18 órakor kezdődik.